Egyre többen használják a szelektív hulladékgyűjtőket, és válogatják külön a szemetüket. Sokan ugyanakkor elbizonytalanodnak, mit hova dobjanak. Nem mindig egyértelmű ugyanis, minek hol a helye. Ráadásul van, ami egyáltalán nem kerülhet bele ezekbe az edényekbe. Érdemes ezért figyelni a rajtuk lévő címkéket, amelyek egyértelmű útmutatást adnak a szelektív hulladékgyűjtő edény a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére szolgál. Tehát olyan papír, fém és e, műanyag e, anyagra, amit be, valamit belecsomagoltak. Tehát attól, hogy valami műanyag, legyen az kerti bútor, e, gyereknek a kis medencéje, autólökhárító, stb. Tehát attól, hogy műanyag, még nem a szelektív hulladékgyűjtő edényben van a helye. A csomagoló anyagok közül az alufólia belekerülhet, a folpak viszont nem a szelektív gyűjtőkbe. Üveget csak szelektív szigetre vagy áruházak visszaváltóiba vihetünk. A palackok már keveseknek okoznak fejtörést, ezeknek egyértelműen ott a helyük. Nem is csoda, száz százalékban újra hasznosíthatóak ugyanis. Fontos azonban, hogy az edénybe való bedobás előtt csavarjuk le róluk a kupakot, és tapossuk laposra őket. Ugyanez vonatkozik az italos féndobozokra is. A különféle italos kartonok is mehetnek a szelektív szemétbe, még ha ezeknek egyébként nehezebb is az újrahasznosításuk. Amiről azonban nem szabad elfeledkeznünk, hogy az étellel szennyezett papírt és műanyagot csak kiöblítés után tegyük bele a gyűjtőkbe. Tudom, hogy... Ennyire azért nem tudatosak az emberek, de egy hasznos útmutató számukra, hogy elméletileg minden egyes csomagoláson lennie kell egy kis háromszögnek, amilyen újra nyilacskából áll össze, és annak a háromszögnek a közepén van egy szám. Ha ezt a számot megnézik, akkor a 1, 2 és 4 és 5-ös számmal jelzett háromszögek azok belekerülhetnek, sőt, bele is kell, hogy kerüljenek a szelektív edénybe. Hétig megy a számozás, tehát az összes többi az viszont nem alkalmas a újrahasznosításra. A meggondolatlanság sokszor azt eredményezi, hogy miközben segítenénk, inkább hátráltatjuk a hulladékok újrahasznosítását, a rossz helyre dobott szemét ugyanis plusz munkát és költséget okoz a begyűjtésért és szétválogatásért felelő szolgáltatónak. Azokról nem is beszélve, akik mindenben eraknak az edénybe, amitől meg szeretnének szabadulni, fontos hangsúlyozni, a szelektív gyűjtők nem lontalanításra szolgálnak.